Hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket az FX Robot Crypto YouTube csatornáján. A mai videóban szeretném nektek megmutatni, mi is a teendőtök, hogyha szerepeltek az Ethereum Whitelist programjában. Tehát a Mine Sale az 1 óra 20 perc múlva a kezdetét veszi. Ezt meg is nézhetitek az ethereum.com a hivatalos honlapjukon, mennyi időtök van még hátra, de akik ebben a programban szerepeltek, és feliratkoztatok a whitelistre, akkor a napokban már e-mailt is kaptatok az Ethereum csapatától. Nincs más teendőtök, mint amit megírta az Ethereum nektek már a hivatalos Telegram csatornájukon. Fölmentek a Telegramra, a linket beteszem alulra, és a linkre kattintva, amit a medium.com-on osztottak meg, itt leírnak mindent step by step, mit kell tennünk. Tehát lássunk is neki. Hogyan járulj el hozzá az Ethereum token sale-hez? Minden, amit tudni kell a token sale adásról, ami április 9-én fog kezdődni, magyar idő szerint 12:00-kor. Ez a tájékoztató lépéskénti hozzájárulás útmutatója azért jött létre, hogy biztonságos és hatékonyan segítsen minket hozzájárulni a folyamathoz. Ennek érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy részt veszünk az értékesítésbe és ne veszítsük el befektetéseinket, kövessük az alábbi lépéseket. Szóval, mikor és hol? Az Ethereum token eladása 2018. április 9-én kezdődik, mint említettem, magyar idő szerint 12 órakor. Ezt a hozzájárási linket megnézhetjük az ethereum.com címen, tehát ide rákattintva. A token értékesítése a whitelistások befizetésével kezdődik. Ez idő alatt ki kell töltenünk a keys, tehát Know Your Customer űrlapot, letétbe helyezhetjük a hozzájárulásunkat, majd befizethetünk maximum 30%-os bónuszt megkapva az első órában. Szerencsére ez mind intelligens szerződés segítségével fog történni, tehát az időtartama szerintem nem lesz olyan bonyolult és hosszú. Itt láthatjuk, hogy milyen pénznemeket fogadnak el, milyen valutákat. Ethereum minimum befizetés 0,1 Ethereum. Bitcoin minimum befizetés 0,05 Bitcoin, és euróval is tudunk fizetni, annak viszont a minimum befizetése 5000 euró. Minden esetben meg kell adnunk az Ethereum címet, ahova a HÖL tokeneket szeretnénk kapni, ezeknek ERC20-as tárcáknak kell lennie, mint például a MyEtherWallet. Ezt a csapat is ajánlotta nekünk, egy egyszerű regisztráció után elérhetjük. Menjünk is tovább. Lépéskénti útmutató a hozzájáruláshoz. Menjünk fel az ethereum.com hivatalos weboldalra, és kattintsunk a hozzájárulás, azaz contribution link felső banner található. Jó. Jelöljük be a doboz hozzájárulás oldalunkon, hogy megerősítsük, hogy jogilag jogosultak vagyunk hozzájárulni, és kattintsunk a hozzájárulás gombra, keys formában automatikusan megjelenik. Szuper. Töltsük ki a keys formanyomtatványt úgy, hogy minden kötelező mezőt az űrlapon, töltsünk ki, fogadjuk el a GDPR kompatibilis adatvédelmi szabályzatát és feltételeit. A KISZ formanyomtatványok jogilag szükségesek ahhoz, hogy ügyfeleink valódi identitását megerősítsük, hogy teljes mértékben megfeleljenek a jogszabály előírásainak. A folyamat megfelel a legmagasabb ipari szabványnak és a legátláthatóbb feltételeket biztosítja a munkatársainknak. Jó, tehát itt még hozzá van írva annyi, hogy majd javasolják, hogy készítsük elő az ehhez szükséges dokumentumokat, és kövessük az információkat.
Rendben. Szóval akkor az első lépés az az lesz, hogy meg kell adnunk a teljes nevünket, címünket, postai irányítószámunkat, városunkat, országunkat, állampolgárságunkat, az e-mail címünket. Szerintem nagyon fontos dolog, hogy azt az e-mail címet kell megadni, ahova a whitelist-tel regisztráltunk, tehát azt az e-mail címet adjátok meg a sok közül. Tudom, hogy mindenkinek nagyon sok e-mail címe van, főleg aki a kriptovalutákkal foglalkozik, de fontos, hogy azt az e-mail címet adjuk meg, amit regisztráltunk a whitelisthez. Utána egy telefonszámot és az ERC20-as e-től fogadóképes tárcánkat. Második lépés. Az azonosító dokumentumok mind a két oldalát be kell szkennelnünk. Ez nagyon fontos, tehát a személyigazolványunknak mind a két oldalát szkeneljük be, vagy fényképezzük le, és úgy küldjük el. Ez itt fel van tüntetve. Következő lépés, miután elküldtük az űrlapot, ők azonnal fogadják a kriptovalutát, vagy a pénzt, amit küldünk, tehát azonnal átutalhatjuk, hogy tartsuk helyünket a whitelist és a token értékesítésben. Ha elfogadtuk a keys kérelmet, automatikusan engedélyezzük az Ethereum vagy Bitcoin címet, és 48-72 órán belül e-mailben értesítenek minket. Ezután befejeződik, és fő értékesítési lezárástól számított 10 napon belül megkapjuk a HÖL tokenünket. Ha nem fogadjuk el a KEYS jelentkezésünket, akkor visszaadják a Ethereumunkat vagy a Bitcoinunkat. Mivel okos szerződéssel kezelik ezeket a dolgokat, garantálják, hogy visszaadják a pénzt. Ha nem fogadtuk el a KEYS-t, vagy nem töltöttük ki rendesen a KEYS-t. Végül még annyit hozzátesznek, hogy a KEYS kérelmet sikeres benyújtás után felülvizsgálják és ellenőrizik. Nem megfelelő adatok vagy gyenge adatminőség esetén e-mail értesítenek minket az adatok további benyújtására. Ez a folyamat maximum 48 órát vehet igénybe. Erre, amit itt még hozzáírtak, nem kell kitérni. Itt még felhívják a figyelmünket arra, hogy scammer veszélyek lehetnek, tehát ezt ők írják mindenhol, hogy nem kérnek senkitől semmi jelszót, nem küldenek semmit, ilyen dolgokat privát üzenetben, tehát ezek alap dolgok, ebben ne is menjünk bele. Tehát 9-én, hétfőn, 12:00-kor nem lesz más dolgunk, mint feljönni a honlapra, az ethel.com-ra, és bal középen rákattintva a hozzájárulásra, tehát a contribution-re nekikezdhetünk a regisztrációnak kitölteni pontosan azt, amiket az előbb elmondtam. Akinek tetszett ez a videó, az dobjon rá egy lájkot, a komment szekcióba kérdezhet ezzel kapcsolatban. Aki még nem szerepel az ETHEL whitelistjén, és szeretne mégis vásárolni, annak dobtam alulra egy linket, ahol ráadásul 3%-os extra bónuszt kap, aki ezen a linken keresztül regisztrál. Hogyha érdekel titeket az ETHEL bővebben, akkor kövessétek őket Twitteren, csatlakozzatok hozzájuk a Facebookjukon, csatlakozzatok hozzájuk a Telegram csoportba, a honlapon olvassatok el mindent, ami titeket érdekel. A light papert itt találjátok, ez persze szintén angolul van, minden információ megtalálható a honlapjukon. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!